fogják játszani a három Puskás Akadémia játékost. A Diós Győriek, az pedig egy remek indítás. Hassani helyzetben, Hassani lő, gól! Átcsorog a labda valahogy hegedűs lábai között, Florent Hassani góljával megszerzi a vezetést a Diós Győr. 1-0, és könnyen lehet, hogy ez az egy gól el is döntheti a mérkőzést. Jól lépett ki a védők közül Florent Hassani. Ugyan hozzá tudott érni hegedűs, de hárítani már nem tudott. Hadzsijev gesztusait érdemes nézni, ő azt mutogatta a kapusnak, hogy hogy jöjjön ki. Erre fel mellette futott el Florent Hassani. 1-0 tehát.